Férfi, női és gyermeklábnyomok jelzik azokat az áldozatokat, akik a holokauszt alatt szállítottak el vagonokba zárva. Többek között ez a kép fogadta azokat a látogatókat, akik az őszi zsidó fesztivál keretében a Dombóvárra érkező Életmenete alapítvány vagontárlatába beléptek. Az egykori marha vagonban berendezett kiállítás 2007 óta járja az országot, annak érdekében, hogy bemutassa a magyar holokausztot. A kiállítás az izraeli hét keretében nyílt meg a Városvasút állomásán. Jossi Amráni, izraeli magyar nagykövet köszöntőjében azt mondta, Isten egyformának teremtett minket, senkitől sem különbözünk. Majd három szóval jellemezte a tárlatot. Múlt, jelen, jövő. Emlékezni kell, és megtanulni a leckét, a jelent, hogy felfogjuk, hogy mindannyian emberek vagyunk, és szükségünk van arra, hogy az emberiséget ápoljuk minden döntésünkben naponta. Ami pedig a jövőt illeti, mindannyian tudunk abból profitálni, hogyha jobb életünk van, jobb életszínvonalon élünk, és ugyanaz az ég alatt a különböző vallások képviselői, különböző városoknak a lakói békében egymás mellett élhetnek. A 9 év alatt eddig több mint 147 ezeren tekintették meg az országjáró kiállítást, amely eddig 89 helyre jutott el. Azt próbáljuk bemutatni, hogy az emberek merjenek beszélni erről, most már tehát több mint 70 év. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy erről beszéljenek a fiatalok, és ez a célja ennek a kiállításnak is elsősorban. Másosorban pedig, ahogy járjuk az országot, ugye nagyon sok helyen tapasztaljuk, és pozitív benyomás van az iránt, hogy ugye nagyon sokan nem tudnak eljönni Budapestre, hogy megnézzék akár a Terrorháza Múzeumot, vagy a Páva utcai Emlékközpontot, vagy a Dohány utcai zsinagógát, és most így csúnyán mondva kihasználják ezt a lehetőséget, hogy meg ide helybe hozzuk nekik a mondani valónkat. A kiállítás egy holokauszt túlélő szemén keresztül mutatja be ezt a szomorú időszakot. Itt éppen Schwarz Sándor egykori labdarúgó életnagyságú makettje látható, aki annak idején még az auschwitzi válogatottban is játszott. A tárlat vezetője elmondta, egyetlen dolog tartotta életben Sándort, az, hogy majd a későbbiekben el tudja mesélni mindenkinek, mi történt ott akkor velük.